Megvédte Európa-bajnoki címét a marosvásárhelyi Szűcs Bernadettel felálló román női asztali tenisz válogatott. A franciaországi Nantes-ban játszott Európa-bajnokságon a döntőben a sokkal jobban jegyzett Németországot meglepetésre búcsúztató Portugália volt Berniék ellenfele. Nem véletlenül, hiszen a portugál csapat az első két asztalnál honosított kínai játékosokkal állt fel. A döntőben a nyitó mérkőzés Szűcs Bernadett Zhao Jiannivel játszotta. A kellemetlen stílusú ellenfél és az első meccs lélektani súlya megdolgoztatta Szűcs Bernadettet, aki az első megnyert szett után elveszítette a következő kettőt, de a végén fordított és 3-2-re nyert. Miután a folytatásban Daniela Dodean Monteiro és Elisa Mára is győzött, Románia 3-0-ra nyerte a finálét, megvédve Európa-bajnoki címét. Keserédes siker, hisz az olimpiai kvalifikációs versenynek számító minszki európai játékokon Berniék elveszítették a döntőt Németország ellen, egy kvalifikációs versenyeken kell részt venniük, hogy ott lehessenek Tokióban.